Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy mi együtt ültettünk Jézus Krisztussal mennyei helyekre. A menny itt van most, körbevesz bennünket. Abban a pillanatban, hogy a szellemi szemeiddel látod az Atya trónját. Lehet azt gondolod, hát ezt most csak én képzelem. De tudod mit? Nem csak képzeled. Tényleg ott vagy. Amikor Jézus azt mondta, tanított, és azt mondta, ha csak kívánságnak okával tekint valaki paráznaság vágyával egy asszonyra, már el is követte. Miért mondta ezt Jézus? Mert ha csak arra gondol valaki, akkor már megtörtént. Akkor ez fordítva is így van. Ha te csak arra gondolsz, ha elképzeled, ha fantáziálsz a mennyről, Isten dicsőségéről, az ő jelenlétéről, már ott van. És ő az ő dicsőségét embernek nem adja, nem osztozik senkivel. Az Úr dicsősége, az Úrnak a dicsősége. Gyönyörűbben énekel, mint bárki a földön, akkor csak képzeld el, mennyire gyönyörű hangon énekel maga a Teremtő, aki teremtette az összes hangot a földön, az összes szerét, minden hangból áll, minden hangból áll.
azt mondta, mindazokat, akik éhesek most, mindazokat, akik szomjasak most, érintsétek meg. Fágy most rá, akar most őt, vesd le minden mást. Tudom, nem számít, honnan jöttél, nem számít, milyen bőrszíned van, nem számít, milyen nyelvet beszélsz, mert mindannyiomban ugyanaz a vér folyik. A Jézus vére, Jézus vére. Újra szerezd a tekintetet rá Jézusra.
gyönyörű.
érted dobog most, érted dobog most. Járkálsz a sorok között, Uram. Uram, és érints benned a gyermekeidet, Uram. Miket sokan fogjátok ezt érezni, és fizikai legyen. Ahogy Jézus megérintitek. Uram, gyógyítsd a népedet, Uram. A sebektől, fájdalmattal.
Köszönöm, Uram, hogy a mennyasszony előkészíti magát. A vőlegény számára. Jöjj, drága Szent Szellem. Uram, meg akarjuk tanulni, hogyan csendesedjünk el előtted, Istenem. És hogyan ismerjük el azt, hogy Te vagy az Isten. Uram, meg akarjuk tanulni, mikor fogjuk be a szánkat. És meg akarjuk azt is tanulni, hogy mikor kell szólnunk, Istenem. Szeresd a Te népedet, Úr Jézus, ma este. Hiszen ez az egyetlen dolog, Uram, ami keresztül tud minket vinni tűzön, vízen, Uram. A Te szerelme. És Uram, reagálni akarunk a Te szerelmet. Szoktad meg ezt. De testvérem, hozzá kell szokjál ahhoz, hogy a Szent Szellem mondja meg, hogy mit csináljunk. Halleluja. Uram, végezd a Te munkádat, Uram, mélyen, mélyen a szívekben, Uram. Mélyen, mélyen, a gyökerekig, Szent Szellem. Csodáid, Uram. Hadd jöjjenek a gyógyulások, a szabadulások ma este, Uram. És Uram, a Te nevednek akarunk dicsőséget szerezni. Halleluja. És vannak néhányan közöttetek, akik melegséget éreztek a testetekben. Az Úr gyógyítja. Nem csak a lelketeket, hanem a testeteket is. Köszönjük, Uram, Úr Jézus, neked azt, hogy rövidesen itt van a nap, amikor egy örökké valóságon át, szemtől szembe láthatunk téged. Mert jössz visszaértünk, nem sokára, Uram. És mi nagyon szeretnénk készen lenni arra a napra, Uram. És Istenem, leteszünk minden olyan dolgot, Uram, ami elvonja a figyelmünket rólad. Félreteszünk mindent, Uram. Mert nem mindegy, Uram. Hogy hogyan folytatjuk tovább az életünket, Uram. Halleluja. Halleluja. Ha most, ezután az alkalom után kilépnél innen ebből a teremből, és most csak képzeld el, nem ijeszgetni akarok senkit. De tegyük föl, az lenne az utolsó lépésed. Történik, baleset, történik bármi. Tudod, hogy a szellemed azonnal kiszáll a testedből, és abban a pillanatban eltávozik innen. De nem mindegy, hogy hová. Nem mindegy, hogy hol fogja folytatni azt az örök életet, a szellemed, ami előttünk van, mindannyiunk előtt. Egy örök élet vár mindannyiunkra, mert örökké való lények vagyunk.
szeretném a föltenni most magadnak azt a kérdést. És kérlek, ne figyeljetek most mással. Azért is kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, hogy csak őre figyeljetek, csak őre fókuszáljatok. Tedd most fel azt a kérdést. Biztos vagy benne 100%-ig, hogyha ma jönne el az utolsó nap számodra, hogy tényleg a mennybe mennél, tényleg oda kerülnél. Ha nem vagy benne 100%-osan biztos, el fogom mondani most egy imád. Nem kérem senkitől, hogy nyújtsa fel a kezét, vagy jöjjön ki, mert itt vannak a tanúk, az angyalok seregei, a szentek, Jézus Krisztus, az Atya, és még a Szent Szellem is. Aha. Mindannyian látják, mi van most a te szívedben. És pontosan tudják, hogy ha meghoztad ezt a döntést ma, tudod, soha, soha nem lehet tudni, hogy kinek, mikor jön el a vég. Valakit az Úr úgy ment meg, szereti, és szereti, és szereti. Valakinek pedig, mint amikor a szikla szélén áll, és rákiált, hé, vigyázz, le ne ess! És visszahúzza, és lehet megijedsz, lehet úgy gondolod, ó, hogy beszélhetnek így velem, pokollal fenyegetnek. Valakinek ez hat, valakinek az hat, Isten pontosan tudja, mi működik nálad, mert ő személyre szabott. Ő egyedi. Bárhogy is van, neked tudnod kell biztosra, hogy a te sorsod az ő kezeiben van-e vagy sem. Tudjátok, hogy hamarosan óriási változás jön a világra. Biztosan hallottatok a vérholdról, az utolsó idők jeleiről, a háborúkról, a mindenféle természeti katasztrófáktól. Mi van, ha ez az utolsó nap számodra? Ne várj tovább. Mondd ezt most velem ki hangosan, de úgy, hogy ténylegesen, komolyan is gondolod, mert az Úr jól látja a szíved. De kell, hogy ki is mondd ezt hangosan. Hidd el, nem embernek teszed, és nem tartozol elszámolással senkinek sem, ha megtetted vagy sem. Ez csak közted és közte van. Szívtől szívbe. Készen állsz? Akkor nyisd meg most a szíved, és mondd ezt most utánad. Atyám, a Jézus nevében jövök most hozzád. Kérlek, bocsáss meg nekem minden bűnömet, amit valaha is elkövettem. És kérlek, fogadj be fiatként és lányodként, mert most én elfogadlak téged Uramnak és megváltónak, mert teljesen biztos akarok lenni benne, hogy az én utam a mennybe szól. Mindenkinek lesz dolga, nem fogunk unatkozni, de el tudod azt képzelni, hogyha már most itt megtörténne, és ténylegesen a földön úgy lenne, mint a mennyben, fölkelnél reggel, és már is boldog vagy, már is örülsz, nem azt mondod, hogy ó, egy újabb nap, menni kell dolgozni, ki kell szállni az ágyból, itt fáj, ott fáj, ott fáj.
képzelni, hogy soha, de soha, de soha több ilyen nem lesz. Hanem fölkelsz és örülsz. Imádod az Urat, és azon tűnődsz, vajon mit tudsz ma csinálni? Valami partit rendezel éppen a mennyei lakhelyeden, ott a hatalmas kastélyodban az Urral meghívod Jézust, mint vendéget? Vagy elmész egy jó jacuzzizni, vagy bármit, amit szeretsz csinálni, mert tudod, a menny, a föld a menny mintájára készült. Amit te szeretsz, amit te élvezel, Isten abból mindent megad neked. Kivéve a bűnt, de amiben nincs bűn, és nem is fog hiányozni, hívd rá nekem. Ha már az ő szépsége mindent betakar, és öröm, és öröm, és öröm,